Köszöntöm a nézőket, nem egy hétköznapi kiállításról van szó abban az esetben, hogyha a söffergyűjteményről beszélünk, ugyanis a tér, az idő, valamint fénydinamikai alkotások nyűgözik le itt a vendégeket, továbbá megjelennek a kibernetikusan vezérelt művek is, hogy mit is jelent ez pontosan, arról már vendégemmel, Budai Viktória gyűjtemény igazgatóval, vezetővel fogunk beszélgetni a következő percekben. Csak egy pár mondatban először foglaljuk össze, hogy mit is kell tudni Nicolas Schöfferről. Nicolas Schöffer a kibernetikus művészet atyaként ismert, a luminokinetikus művészet nagyja. Ugye a luminokinetika mit is jelent? A lumen a fénymértékegysége, a kinetika pedig valamilyen mozgással kapcsolatos dolgot jelent, és az ő művészetében ez összegződik. Világszerte ismert művész, nemzetközi szinten hatalmas kultusz övezi. Kalocsán született, és jogot tanult, majd a képzőművészeti főiskola növendéke volt, és 1936-ban, 24 évesen Párizsba tette át a székhelyét. Nézzük meg egy kicsit a kiállított alkotásokat. Látjuk, hogy mozognak, fényesek, villognak. Na mit is jelentenek azok a csúcsszavak, amikkel én fölkonferáltam ezt? Tehát a fény, tér, idődinamika, illetve a kibernetikusan vezérelt művek. Igen, tehát ahogy az előbb említettem, hogy a kinetikus művekről van szó. A kinetika azt jelenti, hogy minden mozog. Tehát ha körbenézünk, akkor látjuk, hogy ezek a szobrok megmozdulnak. Illetve nagyon sok alkotásban a fény is szerepet játszik. Tulajdonképpen az egész gyűjtemény úgy van felépítve, hogy Schöffernek a fontos életművének a fontos állomásait mutatja be. Tehát egészen a térdinamikától kezdve a fénydinamikán át az idődinamikáig. Hogy mit is jelent ez, ugye a térdinamika, amikor ő a teret próbálja befogni, és azt mondja, hogy a szobrászatnak a régi eszközei már elavultak, és új dolgokra van szükség, mert régi művészettel nem lehet új társadalmat csinálni, csak új dolgokkal. Aztán tehát a maga a tér, az azt jelenti, hogy a tér az felfedezte, hogy a tér az egy be tudja keretezni, be tudja hálót tud köré építeni, és ezeket struktúráknak hívja ezeket a munkáit, aztán később pedig a fényt is bevonja a munkáiba, majd az időt is bevonja, és ezek láthatóak ugye itt a kiállító térben. Budai Viktóriának nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, egyébként itt a gyűjteménytől, az épülettől pár méterre található egy szintén kibernetikusan vezérelt 27 méteres fénytorony, ami szintén Schöffer munkája dicséri. Jöjjenek el és nézzék meg önök is!